Szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ismét a Hegy utcában vagyok a ominózus rákötésnél. Mellettem van Horog Dániel a DPNV képviseletében. Sajnos a héten nem tudott megvalósulni ez a rákötés sorozat a három ponton. Dániel, elmondaná nekünk kérem, hogy mi is történt? Hát üdvözlöm Önöket, és tényleg elnézését kérjük Önöknek is, és polgármester úrnak is, de a nagy mennyiségű csapadék miatt sajnálatos módon ezt a rákötést most nem tudtuk megcsinálni. Újabb zárásos, rákötéses munkálatokat hétfő kedd szerdára tervezzük, amennyiben az időjárás kedves lesz hozzánk. Sajnos ilyen mennyiségű csapadék mellett ezt a munkát képtelenség lett volna elvégezni. Teljesen érthető, abszolút, aki műszaki ember, az abszolút megérti. És akkor szintén a műszaki embereknek elhozta Horog úr ezt a idomot. Ilyen rákötő idommal lesz megoldva, csak a 80-assal, hogy a KPE csöveket egy T-idom közbeiktatásával rákössék a vezérágra. Jelentős víz várható itt ezeken a pontokon. Természetesen ugye pont azért választottuk ezeket a speciális kötőelemeket, mert ezzel viszonylag gyorsan és pontosan lehet dolgozni. Sajnos az ilyen munkálatoknál sose igazán a vágás, összerakás jelenti a nagyobb gondot, inkább az, hogy kollégáink megvágják ugye a vezetéket, és rengeteg vízről ilyenkor rájuk, amit ők szivattyúznak, és azzal megy igazán a sok idő, miközben jó. Ez az egész történik. Maga az összeszerelés az egy viszonylagosan az egy gyors dolog. Mondhatni, hogy gyors dolog. Igen. Jó, tehát akkor a szerda vésznappal együtt, ha nehogy Isten történik valami, akkor csütörtökre végeznek. Igazság szerint ugye a sarkalatosabb részek azok, többek közt a Hegy utcait ugye igen. Három rákötés lesz. Az a baj, hogy a három rákötést, hogy minden kevesebb kellemetlenséget okozzunk, azt egy nap kell megcsinálnunk. Jó. Ugye ez az egész Széphegyet érinteni fogja. Tehát itt akkor nem lesz víz egyáltalán Széphegyen? Nem, a Széphegyen nem lesz. A homokgyűlő bizonyos részeit, ha jól emlékszem, és a szőlőszak végigérinteni fogja az elzárás. Utána lenne egy másik nap, ami csak a Szőlő utcát érinteni, lent a Hegy utca lenti részét. Egy utca alatti részét, és lenne még egy rákötés a Széphegy utcánál. De akkor ez csütörtökig vége lesz teljesen. Igen, részében. Igen, tehát jó, mi nekünk az a tervünk, hogy a hétfői nap az lenne a Hegy utca, igen. Az lenne az oroszlán része a dolognak a három rákötése. Igen. Ez egy hatalmas kizárás, nagyon sajnos elnézést kérünk, de sok embernek el kell, hogy vegyük a vizét egy kis ideig. Ez nagyjából 6 óra per nap, ha jól emlékszem. Igen, 6 óra per nap. Természetesen próbálunk a lehető leggyorsabban végezni. Jó, akkor szerintem ennyi. A 6 órát, tehát mindig egy kicsit rászámolással próbálunk hagyni. Jó, köszönjük szépen a tájékoztatást, és szerintem ennél részletesebben nem lehetett elmagyarázni. További szép napot kívánunk. Minden jót.